Ebben a vlogban családunk történetének egy olyan élményét mutatom meg nektek, ami számomra biztos, hogy top 3-ba került, egyszerűen fantasztikus volt. Ausztriában, az Alpokban töltöttünk egy csodálatos nyári hétvégét, ahol már számtalanszor voltunk, rengeteg téli videót, síelős vlogot hoztunk nektek, de nyárit még soha, és alig várjuk, hogy visszatérjünk, és talán egyszer titeket is elhoznánk magunkkal. Összepakoltuk a gyerekeket az iskola utolsó napján, beültünk a kis elektromos autónkba, de még mielőtt elindultunk volna, miután a biztonság számomra a legfontosabb, bepattintottam Nathaniel autósülését hátra, majd úgy döntöttem, hogy online szerződéskötéssel mindössze néhány lépésben, néhány perc alatt igénybe veszem a Bosch Assistance mobilitás garancia szolgáltatását, hogyha esetlegesen bármilyen baleset, önhibából eredő elakadás vagy műszaki meghibásodás érne minket, akkor országosan és Európán belül egyaránt segítséget tudjunk kérni. Bár a gyerekek semmit sem sejtettek, hogy ma utazunk, mégis hatalmas örömmel vágtak az utolsó iskolanapnak. Egy kis apa-fia frizura készítéssel és szeretgetéssel és az utolsó uzsi dobozok becsomagolásával indult a napunk, majd erre a rövid napra azért néhány dolgot a gyerekek is bepakoltak magukkal. Mit viszel be? Hát egy robbanóticát. Gumót, Fekete Pétert, magyar kártyát, robbanócicát, filcet, ceruzát, radiért. Meg a kajámat. Ez egy jó nap lesz. Bár alapvetően mindig Csabi hordja a srácokat reggelente, most kivételesen együtt vittük őket, hogy elbúcsúztassuk Benit az alsó tagozattól, és utoljára hozzuk ide együtt iskolába őt. Kicsit meg is sirattuk a búcsúzkodást, bár Ninit nem hatotta meg a dolog. 12-kor ez a... Akkor jössz értem, jó? Cső, Csumi, cső! Akkor 12-kor! Amíg a gyerekek suliban voltak, bepakoltam az első bőröndöket, és elektromos autó lévén összekészítettem a kábeleket is. Ezután beraktam Nathaniel ülését, amit szépen kitisztítattam előzőleg, mert az ő magassága még megkívánja ezeket a biztonsági üléseket. Hazaértek a srácok, úgyhogy itt volt az ideje megosztani velük a nagy hírt. Szerintem el. A gyerekek nem sokára készen vannak a pakolásra, gondolom a legfontosabbakat tették el. Én viszont mielőtt finisálnék mindent, az egyik legfontosabb dolog számomra a biztonság, úgyhogy igénybe is veszük a Bosch Assistance mobilitás garancia szolgáltatását. Ami azért is jó és szükséges, mert ezzel felkészülünk az olyan váratlan helyzetekre, mint például, amikor egy autó meghibásodik útközben, és mondjuk az utazás folytatásához szükség lehet helyszíni javításra, vagy mondjuk egy komolyabb esetben szervizbe kell szállítani az autót. Amihez a szerződést online meg is fogom most kötni, de mutatom, hogy hogyan. A www.boschassistance.hu weboldalon pofon egyszerű eligazodni, ki tudjátok választani a csomagot, amit szeretnétek, személygépjárművetekre vagy kishaszongépjárműre kötnétek a biztosítást, havit vagy éveset szeretnétek, megadtok mindössze néhány adatot, mind magatokra, mind a gépjárműre vonatkozóan, kártyával ki tudjátok fizetni, és indulhattok is. Ez a kedvenc kocsim, mert itt most az egész ablakot elhagyom. Puszi! Elbúcsúztunk Ági mamától, és késő délután nekivágtunk az útnak. Megérkeztünk a Malmokhoz, és pont most keltünk fel az álmokból. Hát csak te keltél fel. Úgy állunk most, hogy nagyjából 500 km a táv, ahová tartunk. Ugye Muróba megyünk, Kreisberg hegyet megnézni, mert hogy ez volt a srácok kívánsága az elmúlt sok-sok évben már nagyon sokszor, hogy ahová télen járunk síelni, és innen már számtalan vlogot hoztunk nektek, azt egyszer megnézzük nyáron is. Ha minden igaz, ezt az 500 kilométert két ilyen kis megszakítással fogjuk megtenni. Ez az első, és a gyerekek kívánságára tolunk egy jó gyors kaját is, 30 perc alatt, amíg eszünk, iszunk, pisilünk, az autó feltölt, úgyhogy utána roboghatunk is tovább. Nézd a Nini, interesed? Ez teljesen más, hogy kicsitették. Akkor anya megnézed, I'm a pancake. Citrillám a pancake. Baj van, meleg van, olyan érzés. Képzeljétek, mint hogy bajban lennék. Igen, rettenetesen meleg van. Benni még a vacsiját sem fogyasztotta el, amikor jelzett az autó applikációja, hogy indulhatunk tovább, és egy nagyon szuper kis utunk volt.
Most van a második megálló, ahol pisilni fogunk mi meg tankolni. Amíg töltöttünk, addig sétáltunk egyet, vettünk egy jó kis üdítőt, megnéztük az óriás széket közelebbről, és már indultunk is tovább, hogy megérkezzünk Észak-Amuraúba. Nagyon jót aludtunk, és másnap erre a csoda látványra ébredtünk. Gyorsan összeszedelőzködtünk, hogy útnak is induljunk, mert hogy nagyon izgalmas napnak néztünk elébe. Oda néz. Oda fel fogunk futni. Igen, oda felbiciklizünk. Nem, én felfutok. Milyen ez, Benni? Hát nagyon szürreális, mert megszoktuk, hogy hova látjuk, aztán most nagyon furának néz ki. Jó, azért voltunk itt az utóbbi időben, úgyhogy csak a pályán volt. Hát de így ilyen zöld legyen, meg ilyen meleg napsütés, így még nem voltunk. Este megérkeztünk jó későn, találkoztunk barátokkal, és most indulunk reggelizni, bemegyünk Murauba, a városba. Ott reggelizünk, és utána pedig szerzünk biciklit, és a cél, hogy kipróbáljuk a gyerekekkel az e-bike-ot. Én nem megyek, az elektromos lesz? Igen. Az e, az azt jelenti elektromos. Elautóztunk Murau belvárosába, ami nagyon hangulatos volt így nyáron ebben a csodás időben is. Reggeliztünk egy jót a kedvenc síoktató barátunkkal Árpival és a kedvesével, majd irány, a bicikli bérlés, elektromos bringákat szerettünk volna mind a gyerekeknek, mind magunknak kölcsönözni, és kipróbálni, hogy milyen élmény lehet ez itt a hegyekben. Miután a gyerekek megkapták a bringákat, nagy felfedezésre jutottak, miszerint a Bozs gyártja a motorokat bele. Ó, de menő! Ez a bas. Bas, bas. Húzodj előre! Úgy, nagyon ügyes vagy! Ahogyan látjátok, Nathannak egy kicsit nagy volt a bicikli, így az elindulást és megállást gyakorolnunk kellett az elején, de pillanatok alatt belejött, köszönhetően részben Árpinak is, aki évek óta tanítja síelni, ezért elképesztően hallgat rá. Na, hogy tetszik? Nem, nagyon jó. Nagyon jó. A természet lenyűgöző volt, és egy olyan közös élmény volt, hogy én szó szerint többször elsírtam magam biciklizés közben, főleg látva azt, hogy mennyire hihetetlenül élvezik a gyerekek, mennyire boldogok, mennyire szabadok, mennyire felszabadultak. Útközben megálltunk ezen a kis alpaka farmon, ami teljesen nyitott, és nincsen semmilyen belépő, nem őrzi őket senki, úgy közlekedsz ki meg be, ahogyan szeretnél, és az alpakákon túl, akik egyébként nagyon barátságosak és cukik voltak, és meg is lehet őket etetni, de csak itt a saját eledelőkkel, szóval rajtuk kívül egyébként még volt néhány állatka, pár nagyon kedves nyuszit találtunk, akik hűsöltek maguknak a kis házikójuk alatt, de őket sajnos kicsábítani nem tudtuk, akárhogyan is szerettük volna. Szóval indultunk is innen tovább, nagyon kedves kis falvakon, réteken, mezőkön, golfpálya mellett tovább, és egyre jobban belejöttünk, egyre jobban élvezték a gyerekek is. Nathaniel imádta, hogy az élre törhet, hogy mehet, hogy kiabálhat, énekelhet biciklizni. És közben. Én is szeretlek. Boldog vagy? Nagyon! Én is boldog vagyok. Ez gyönyörű. Ez életem egyik kedvenc élménye veletek. 30-al lassítsunk, de válts egy kicsit nehezebbre a felsővel, az, nem azzal a felsővel, úgy-úgy. Ne a hüvelykujjaddal, aha. Nagyon ügyes vagy. Miután elég sokat tekertünk, úgy döntöttünk, hogy megállunk egy kis pihenőre, amire a gesztenyést választottuk. Aha. Ez a kedvenc hüttén itt a sípája aljában, télen is minden egyes csúszás, minden egyes nap végét itt fejezzünk be. Innen egy komolyabb szakasz vette kezdetét, egészen magasra tekertünk fel, a Silvano étterem volt a cél, ahonnan fantasztikus a panoráma. Nagyon-nagyon jó volt, gyönyörű tájakon mentünk keresztül, és fent egy jót pihentünk, hintáztak a gyerekek, sétáltunk, kicsit napoztunk, és csodáltuk az tökéletes zöld, ezer árnyalatában úszó tája. Tényleg lenyűgöző az egész, és remélem, hogy legalább töredékét vissza tudom adni így a videó felvételeken át. Miután visszatekertünk a gesztenyésbe, vagyis a Castanien bárba, egy finom evélet elfogyasztottunk, és képzeljétek, itt utolért minket a vihar, úgyhogy itt ragadtunk egy időre. Bennit ez egyáltalán nem zavarta, miután a szállásunk ide nagyon közel van, ő hazatekert, és telepakolta az iskolatáskáját mindenféle társasjátékkal.
Így beültünk, és kezdetét vette egy jó kis robbanó cica, top 10 és egyéb kártyajátékparti. Így ért véget a napunk, másnap pedig ebből a csodálatos környezetből indultunk haza. Írjátok meg kommentben, hogyha lenne kedvetek egyszer velünk visszajönni, ha mondjuk támogatnátok egy ilyen tábort itt.